Bagyó Sándorral, a Vizimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnökével beszélgetünk, engem bánsági évának hívnak. A beszélgetés apropója pedig az, hogy ezekben a napokban érkezett meg az az összeg az egyesületünkhöz, amelyet az emberek felajánlottak akkor, amikor a személyi jövedelemadójuk 1%-áról rendelkeztek az adóbevalláskor. De persze azt nem tudjuk, hogy ezt kifizette be, vagy kiküldte. Igen, és először is a hála és a köszönet a a beszélgetésünknek a kezdete, mert én minden évben nagyon-nagyon hálás vagyok azoknak, akik egyáltalán rendelkeznek az egy százalékukról, és azon belül azoknak vagyok külön hálás, akik viszont a vízimentésért, a vízimentők magyarországi szakszolgáltának az anyagi helyzetének a segítésére küldik. Ezt nagyon sokan lehet, hogy nem is tudják, nem küldeni kell, hanem csak rendelkezni kell az adóbevalláskor és hogyha nem ők végzik az adóbevallásukat, akkor viszont a Nemzeti Adóhivatalt is megkérhetik erre, azzal, hogy megjelölik a mi szervezetünket, a mi adószámunkat kell tudni, ez rajt is van különben a honlapunkon, illetve a könyvelőirodákat kell megkérni, a könyvelőüket, hogy akkor segítsék ezt a kis talán két perces mozdulatot elvégezni. Nekünk ez egy nagyon fontos összeg, hiszen ez az, amivel én azt gondolom, hogy mérjük egy kicsit a társadalmi elfogadottságunkat. És hát én, én ebben az évben nagyon megörültem, mert elértük majdnem 3 millió forintot. Én tényleg boldog vagyok, de aztán a másik szemem meg egy kicsit sír. Mert ezt a folyamatot én, én nem tudom kontrollálni, nem látom, hogy kiknek kell tényleg megköszönni, mert az egész anonim. Tehát én ezúton is tényleg mindenkinek köszönöm, csak nem tudom kinek kell név szerint megköszönni. A másik pedig, hogy nem látok rá igazából, hogy a mi egyesületünk hogyan tudná még jobban megszólítani azokat, akik hát rendelkezhetnének, hisz az adót mindenkinek meg kell fizetni. Tehát ez nem kérdés, hogy ettől neki több lesz, vagy kevesebb lesz, vagy mi marad nála, mert az adót így is, úgy is levonják, befizeti. Hát igen, az egy százalék felajánlása az nem kerül semmibe annak, aki felajánlja. Az 1%-ról illetve az 1 plusz 1-ről ugye rendelkezhet, mert 1%-ot a civil szervezeteknek és 1%-ot pedig a különböző egyházaknak lehet rendelkezésükre bocsátani egy egyszerű nyilatkozattal. És ez azért, ilyen felemás dolog az én olvasatomban, mert én azt gondolom, hogy az a tevékenység, amit mi kifejtünk a balatonon, az ennél talán többre érdemes. Nyilván ilyenkor, amikor az ember hallja, hogy más szervezetek, gyermek, egészséggel összefüggésben lévő alapítványok, vagy egyesületek, vagy az állatokkal, kisállatokkal, vagy háziállatokkal kapcsolatos ilyen szervezetek milyen pénzeket kapnak, akkor persze én is elgondolkodom, hogy persze, hát első mozdulatból én is egy, egy gyerek szervezet felé adnám, volt is ilyen az időszak az életemben. Ugyanakkor azt is tudom, hogy nagyon sok összeg marad benne, tehát rengetegen nem nyilatkoznak, tehát én nem azokat akarom átsábítani, akik nagyon jó helyre adják az összegeket gyerekmentésre, vagy, vagy gyerekek megsegítésére, vagy éppen kis állatok, kutyák, macskák megmentésére, mert ők tudatosan rendelkeznek. Viszont az a réteg, aki semmilyen módon nem nyilatkozik, ha jól tudom, még most is ők vannak túlsúlyban, tehát őket akarom most megszólítani ebbe a beszélgetésben, hogy hát legyenek kedvesek, mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a Balatonon azt a ventő tevékenységet, amit folytatunk, azt mi nem állami pénzből végezzük. Tehát mi nem egy állami szervezet vagyunk, mi egy teljesen civil szervezet vagyunk, bár már megkaptam azt az észrevételt, és nagyon jó, hogy megkaptam nagyon sok helyről, hogy mi valószínűleg van professzionálisan csináljuk, vagy hát igyekszünk ilyen professzionálisan dolgozni, hogy nagyon sokakban fel sem merül, hogy mi nem állami szervezet vagyunk, hanem mindenki azt hiszi, hogy mi egy professzionális állami költségvetésen működő vízimentő szervezet vagyunk. Hát nem, mi egy egyszerű civil szervezet vagyunk, de nagyon hiszünk abban, amit végzünk, és azt gondolom, hogy nagyon sok emberhez nem tudtunk eljutni ezzel az üzenettel, Nyilvánvaló, mi nem tudunk több millió forintos reklámkampányt folytatni szemben a nagyobb alapítványokkal, akik hát nyilvánvalóan azért ha van egy 150-200 millió forintos költségvetése, mondjuk csak ez a költségvetés csak a kommunikációról szól, akkor persze ki tudjuk plakátolni az országot, de mi azt szeretnénk elérni, hogy azok az emberek, akik a Balatont használják, legyen ez csónakos, szörfös, vagy éppen szappos, vagy nagyhajós, vitorlázó, vagy csak simán strandoló, akkor amikor az adóbevallásukat elkészítik, vagy a könyvelőjük, vagy a cégük, vagy az adóhivatal elkészíti, akkor ne feledkezzenek el rendelkezni egy 1 ukról és hogyha lehet, akkor jusson eszükben még így kora tavasszal is, amikor ennek az időszaka van, hogy hát jön a nyár, és itt vannak a vízimentők, és bizony milyen jó lenne. Ráadásul van egy kis késleltetés a dologban, mert tavasszal rendelkezünk, és mi kora ősszel, szeptemberben értesülünk, hogy mennyi összeget kapunk. Tehát mindig a következő utáni, tehát az azt követő évben fogjuk tudni ezt igazából felhasználni. Tehát most a 2022-es évben ami költségvetésünket ez a közel 3 millió forint fogja segíteni, amiért mi nagyon hálásak vagyunk, mert ha nem lenne ez a rendszer, akkor még ennyi se érkezne igazából. Tehát mi csak hálával tudunk tartozni mindenkinek. Mire használja a Vizimentők Magyarországi Szakszolgálata ezt a beérkező összeget? Hát mivel annyi mindenre kell, egyszer csak azt kell mondjam, a költségvetésünk az egyre stabilabb. Tehát minden évben egyre jobbak vagyunk de azt hangsúlyoznom kell, hogy ebbe normatív állami támogatási pénz nincsen. Tehát a mi költségvetésünk az mindig úgy kezdődik, például a 2022-es is úgy fog kezdődni, hogy nulla bevétel, és akkor megtervezzük, hogy honnan lesznek bevételeink. A bevételeinket elsősorban a sátevékesünk után befolyt összegekből áll össze, tehát mik lehetnek ezen, ugye sokan kérdezik, ha vízimentük, akkor honnan a pénz? Hát először is a tanfolyamok. Tehát a tanfolyamokban van egy jelentős bevételünk, különböző tanfolyamokat folytatunk, illetve a strandi vízimentési tevékenységünk az egy szolgáltatás, amit a strandüzemeltetők fele eladunk, ott is van nyilvánvaló egy hasznunk. Vannak eszközmentéseink, az mondjuk nem akkora, de, de mégis létező dolog, illetve van a rendezvénybiztosítási lábunk. Ez pedig hát nagyban függ attól, hogy most nyitott az ország, vagy nem nyitott, tehát hogy van pandémia, vagy nincs pandémia. Tehát a pandémiát is túl kellett élnünk, és gyakorlatilag van egy asszisztens szolgáltatásunk a Balaton az pedig hát annyira távol áll a magyarok mentalitásától, hogy ezt kössék, hogy hát igazából az hiába van már több mint 8 éve egy nagyon jó felépített rendszer. Az emberek nem gondoskodnak előre arról, hogy lehetnek ők majd bajba egy eszközzel a vizen, ezért nem nagyon kötik, pedig egy nagyon jutányos, nagyon olcsó történet. Ez most már pár kikötő rájött, hogy a kikötői díjába beépíti ezt, úgyhogy most három olyan kikötővel rendelkezünk, akik a teljes kikötői hajóknak ezt adják alapból. Nyilván ez egy nyomotáron adtunk egy kedvezményt a kikötőknek, így van a kikötőkben, körülbelül legyen. Emlékeim szerint egy a 6-700 hajó, és hát akkor van még emellett talán egy 200-250 magán előfizető, a Balatonon pedig van közel, ha jól tudom, már több mint 8000 vitorlás, tehát ez azt jelenti, hogy az egy 8 ad talán gondoskodik, de azt is hozzá kell mondani, hogy elsősorban három nagy kikötő az, aki gondoskodott, tehát hogyha viszont az alap magám kötőket nézzük, az meg olyan kevés, hogy ezt én magam sem értem, hogy ez miért jó, mert ha valaki meg bajba kerül, akkor meg sokkalja azokat a felszámolási díjakat, mondjuk egy elsüllyedt hajónál, vagy homokpadra került hajó levontatásában. mert hát ez még kerül ennyibe, hát fenntartani a rendszert. Na és itt jön a dolog lényege, hogy mire tudjuk költeni akár ezt a 3 millió forintot, hát arra, hogy a mi költségvetésünkben a szerepe az egyértelműen arra lesz, hogy a rendszert fenntarthassa, hiszen nekünk azért az alapköltségeink ahhoz, hogy ezt a rendszert üzemeltessük, nagyon-nagyon békeidőben ez havonta több mint 10 millió forint. Tehát, hogyha nekünk évente csak 120 millió forint jön be innen-onnan, akkor nem is csináltunk semmit, csak fenntartottuk, és nincs ebben a karbantartás, javítás, üzemeltetés és egyéb más dolgok. Tehát nekünk évente azért a 350-400 millió forintot valahogy elő kell teremteni és hát ez nem is pénz ahhoz képest, hogy mennyi mindent tudunk, és mennyi mindennel rendelkezünk itt a Balatonon, és hát nyilvánvalóan tovább is akarunk lépni, mert a Balaton az, az, egy nagyon fontos vízterülete a hazánknak, de azért vannak más vízterületek, ahol szeretnénk még ehhez hasonló, most félve mondom ki szolgáltatást, vagy mentési hátteret biztosítani, ezt mindenki dönts el. Tehát most, amikor relatíve kevés meg ...nek tűnik nekünk is ez a köze 3 millió forintos 1 százalék. Ezt nem tudjuk azt mondani, hogy konkrétan erre és erre fogjuk költeni, mert a rendszer önmagában a legfontosabb most. Ha majd elé jutunk oda, hogy tegyük föl 20-30 millió forintokat el lehet érni, már pedig ez azt gondolom, hogy ez lenne az alsó határ, aminek kéne lennie, vagy látok és tudok nagyon örvendetes, hogy vannak olyan alapítványok és egyesületek, akik a 100 millió fölött itt is simán elérik évente, akkor már konkrét beruházásokról tudunk beszélni, konkrét mentőhajóról. Például most van terve nekünk, most már évek óta, nagyon komoly beruházások. Komoly beruházás, az mit jelent, hogy mit akartok venni? A komoly beruházás az mind az, amit az egyeset önerőből nem tud megvásárolni, hiába ügyesek a kollégák, és hiába próbálkozunk évek óta mindennel, és a fenntartásunkat már megvalósítottuk, és nagyjából fenntarthatóká váltunk, de azok a beruházások, amik elengedhetetlenül szükségesek a Balatonon ahhoz, hogy a meglévő igényeket kiszolgáljuk, ahhoz nincs mese, nagy hajókra, nagy mentőhajókra és más speciális eszközökre van szükség, amelyeknek az ára iszonyatos sokba kerül. Tehát, hogyha megvizsgáljuk, hogy Németországban vagy, Olaszországban vagy a Horvát tengerparton, milyen technikát használnak a vízimentők? Persze most mindenki azt fogja mondani, hogy jó, két tenger, jó, akkor nézzük más, nézzük a Bódeni tavat, nézzük a Gengfitavat, kicsit kisebbek, mint a Balaton, de hasonló méretűek. Hát ott is, amilyen technikát használnak a vízimentők, hát fény évekre vannak tőlünk. Fény évekre vannak tőlünk. Mi meg mozgolódunk itt, viccesen mondom, mozgolódunk itt egy 13 éves Rupert technikával, amit ugye mindenki ismer, hogy Rupert, és hát 13 éves. Hát, ha szegénykém, hogyha most nem lesz ránszfervárás jövő tavaszig, akkor nem tudom, akkor bajba leszünk. És aztán gyakorlatilag, hogy komolyan nézzük, akkor nincs több. Az összes többi kicsi, meg aranyos, meg, meg, meg innen-onnan összeszedjük, de azért egy kiszámítható, most már egész éves balatonról beszélünk, négy évszakos balatonról beszélünk, egy kiszámítható víziment, és ez megfelelő technika kell. Mi mertünk nagyot álmodni, de igazából úgy érezzük, hogy magunkra maradtunk. Sok-sok fele próbálkozunk, szponzorokat keresünk, tárgyalunk, én azt gondolom, hogy a magyar állam képviselőivel is megfelelőképpen tárgyalunk. Nagyon jók ezek a tárgyalások, egyelőre az eredményekről én személy szerint nem tudok beszámolni. Persze én még mindig bízom abban, hogy valami csodák történnek, de én inkább a realitás talaján vagyok, és azt gondolom, hogy az egy százalékokkal talán előrébb fogunk tudni jutni, de egy ilyen komoly mentőhajó, amiről én beszélek, de ahol a Balatonon még minimum kettőnek kéne lenni, ha nem háromnak, hát egy-egy hajó, hogyha mi magunk építjük, és, és megpróbálunk a legolcsóbban is kijönni, a teljes menetfelszerelésével, ami megegyezik ugye egy mentőautónak a felszerelésével, ami a mai kor megfelelő technikával van ellátva az éjszakai látótól kezdve a radaron át a, a megfelelő motorizáció, megfelelő kialakítású megfelelő nagyságú hát ezek alsó hangon ott kezdődik, hogy 160 millió forint nettó áron és hát ebből kéne kettő, akkor kéne még egy téli, illetve egyéb más mocsaras vidékeken járásra ugye a régi nagy álmunk az Airboat, abból azt mondtuk, hogy jó lenne legalább kettő, de hát én már egyel is elégedetlennék, lennék de hát ezek is 20-25, sőt, típusoktól függően akár 30 millióba kerülnek. Na most, hát itt most hirtelen mondtam egy pár számot, és hip-hop 400 millió forint. Na most hip-hop 400 millió forintot megteremteni, hát nem lehet. Ehhez kell azt gondolom egy széles társadalmi összefogás, ehhez kellenek azok a beszélgetések a hétköznapi emberekkel is, hogy értsék meg, hogy amikor ők nem rendelkeznek az egy százalékukról, a súlyos hiba, mert nem jut el oda, hová meg kéne, és azért kéne, hogy eljusson hozzánk is, mert ő kerülhet bajba. Tehát ez vissza fog forogni rá. Tehát amikor a parlament elfogadta azt a törvényt, hogy az egy plusz egy esziát lehessen az embereknek felajánlani, pont ezt akarta közvetlen a lakosság, a polgárság kezébe adni ezt a jogosítványt, hogy akkor ti döntsetek, és ez nem kevés pénzről beszélünk ám. Tehát évente én most megmondom őszintén, nem tudom, de sok milliárdról beszélünk az egy százalékos, sok milliárdot. Tehát itt van egy lehetőség, ez egyértelmű egy közvetlen vélemény nyilvánítás lehet, hogy kinek, hogy, merre, meddig. Hogyha viszont azt nézem, hogy nekünk csak 3 millió jut, akkor szomorú vagyok, mert akkor a visszaigazolás, ez szerint, a logika szerint, amit előbb mondtam, akkor nem működik. De én inkább hiszem azt, hogy az emberek, hiszen látom a számokat, nem rendelkeznek. És ez, ez A vízimentők Magyarországi Szakszolgálatát nagyon sokan segítik különböző dolgokkal. Most nem csak az anyagi dolgokra gondolok, hanem valamikor csak egy segítőkész kész kell bizonyos helyzetben. Tényleg hosszan lehetne sorolni, hogy hány barátja van az Egyesületnek. De sokan is kérdezik egyébként, hogy hogyan segíthetnének, nem vízi emberek. És hát ennél egyszerűbb, mint hogy megkír a könyvelőt, vagy a pénzügyes kollégáját, ott ugye egy sort kell kitölteni tulajdonképpen az adóbevallásnál, ennél egyszerűbb segítség talán nincs is. Igen, és ez tudna közvetlenül egyértelműen mérhetővé válni. Mondom, ami nekem egy kicsit furcsa, hogy nem tudom akár név szerint egy felsorolásba megköszönni. Nyilván van, aki az anonimitását pont ebben szereti, hiszen milyen furcsa lenne az, hogyha valakinek látnánk, hogy mennyi érkezett, akkor visszatudnánk számolni az egy százalék, akkor hogy mennyi a jövedelme. Nem ilyen szempontból gondolom, hogy nekünk az összeggel együtt kéne látni, hogy kitöljött, hanem csak lehet, hogy jó lenne, hogyha tudnánk, hogy kitől jön, És egy kedvesség, egy, egy köszönő képeslap, vagy egy köszönő e-mail, ha mehetne. ehhez inkább akkor most azt mondom, hogy mindenkinek tényleg köszönjük, és hát csak buzítani tudok mindenkit, és főleg mondom azokat. Akik nem rendelkeznek, hogy álljanak be a sorba és rendelkezzenek, mert minden egyes forint igenis fontos visszajelzés, kettő pedig a saját jól felfogott érdekünkbe ezeket a szervezeteket, mint például a VMS, ezeket érdemes életbe tartani, érdemes az eszközpartjaikat fejleszteni, mert az elmúlt 22 évben mi biztos, hogy ott voltunk, és azt is tudom, hogy a következő jó sok évben szintén ott leszünk, hogy ha valaki bajba jut. Úgyhogy én csak búzítani és bátorítani tudok mindenkit, hogy az 1%-ról gondoskodjon, hogy jól rendelkezzen, és ha lehet, akkor a vízimentőknek. Illetve, ha ezen fölül, például a jövő év elején, ugye nagyon sokan fognak megfelelően kellemes összeget kapni a személyjövedelem visszautalásánál, de a családokat érintő, illetve a fiataloknál eleve nem is lesz SZCF-fizetés ezek nem kevés pénzről szóló történetek, tehát itt a következő év elején, február környékén lesznek, akik meg fognak lepődni, milyen számok lesznek a számláikon. Hát, hogyha ott nem felejtik el a vízimentőket, akkor viszont simán utalással is tudnak adományozni, hiszen az elmúlt időszakban is nagyon sokan adományoztak, ebből lett jó pár eszközünk különben és vannak nyilvánvaló szponzorokat, és meg kell említenem, nem szeretném őket kihagyni, tehát azért nagyon sok nagy vállalat azért segíti a mi tevékenységünket, de azt látni kell, hogy az egyre fokozódó és nagyobb-nagyobb lélekszámú turizmus, ami belföldi turizmus is, hál' Istennek működik a Balaton környékén, az azt hozza, hogy egyre több feladat van, egyre nagyobb igény van, a mi tevékenységünkre, és mi szeretnénk százszerű megfelelni ezeknek a feladatoknak.